hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Start! Start ez a verseny, a első futama, méghozzá a Nebulódi, összességben egészen jó startot vett az egész mezőny, a falon jól kezd San Francisco, de nem tud elmenni, vezetni, mert az középen uzsorásnő teszi meg Juhász Balázssal. Mögött Underworld helyezkedik, San Francisco is jól jött el, a favorit Uptambo jelmegy jó közepes starttal, momentán ott az 5.-6. hely magasságában, miközben ott a második sorból uzorka víve szenzációs startot, és felügyett közvetlenül oda a vezetőlovak mögé. Nem volt hibázoló, a kicsit óvatosabban kezdő Topaz Lady zárja a sort, egyáltalán nem kiszakadva. Vezetett uzsorásnő, de itt az első egyenes közepén lassít, illetve gyorsítanak a többiek, és átveszi Underworld, most már a vezetés csordás Emillel. Underworld az első mögötte uzorkavé, bent a falon uzsorásnő, jön a favorit Uptambo Jem, de egy kicsit kiszorul, Varga Sándor vissza is veszi oda a támadóvak mögé, közvetlen között mögöttük ott van Titus Livius Tárkány, bent a falon pedig San Francisco. Underworld, illetőleg Uzorka Will kettős fogata vezeti a mezőnyt, aztán ott van a falon bent uzsorásnő, uzsorásnő mellett pedig Uptambo Jem, tehát a két U-betűs, a két legesélyesebb ló egymás mellett a harmadik, negyedik pozícióban, majd jön San Francisco, illetőleg San Francisco mellett Titus Livius külső pozícióban, második spúrban halad Tárkány, illetőleg Sunny, most egy kicsit megnőtt a hátrányuk az élbolyjal szemben, gyakorlatilag sok minden nem változott. Ott most azonban ott kívülről megpróbálnak egy támadást indítani, megpróbál előrébb jönni lovával Varga Sándor Uptambo Jemmel, és át is veszi úgy tűnik a vezetés, bár erősít bele Underworld is, és ott van jó helyzetben San Francisco, és abszolút az élt csoportban, és Titus Livius is ott van a kihívók között. Hat lóról szólt a futam, de lehet, hogy csak ötről, mert Uzorkavi megy visszafelé, Underworld pedig a falon egyelőre legalábbis visszaverte Uptambo Jem támadását, mögöttük nagyon-nagyon jó jön uzsorásnő, talán jön a legkönnyebben a vezetőlovak között, San Francisco kívül pedig Titus Livius indíthat majd támadást. Az utolsó 300 méterhez érve Underworld mögött uzsorásnő keresi a helyét, nagyon-nagyon jó jön Uptambo Jem, egy kicsit fáradtabban mozog Titus Livius, San Francisco, amikor már csak jó 150 méter van hátra, középen uzsorásnőnek most van Isten igazából útja, Uptambo Jem pedig hibázik, Underworld vagy uzsorásnő, uzsorásnő kézből, letett kézzel jön Juhász Balázssal, és megnyeri a futamot. Uzsorásnő a nyerő, mögött Underworld lesz a második, harmadik Titus Livius, negyedik San Francisco, és ötödik helyre sétál fel a mezőny végéről She's Vivian. 1-2 start. Első nekifutással indul a Csikók első fordulós startos versenye, és nagyon-nagyon jónak mondható az indítás. A favorit pedig kimondotta jól kezdett. Tulajdonképpen már az első néhány méter után térhátrányák felét ledolgozta, viszont nem kezdett ennyire jól voltán, viszont a jó hír, hogy talpon van. Az érről fordulók közül Hajnal Tibor indítottja, teljesen újonc Vitál RG kezdett a legjobban, és egyelőre diktálni tudja a tempót, miközben a háttérben az első hibázoló, méghozzá Votán az fazekas kezében, aki kiszáll a versenyből, nem nagyon sikerült őt parírozni. Vezet Vitál RG, mögött ott van World Leader a második helyen, és már az elsők egyeneshez érve megjelenik mögöttük a favorit Celsius Evo, aki óriási lendülettel zárkózva előzi Victoria Controlt, illetve Valentinot, Vöndercsát, és meglehetősen lassan kap lábra, ő még versenyben van, de egy jó 40-50 méterrel ki van szakadva az élenüggető ötössel szemben. Vitál RG továbbra is Hajnallal, aki vezet, diktálja a tempót, de véletlenül nem sokáig, mert öles létekkel jön a favorit Celsius Evo, és mire az első célhoz ér a mezőny, ott lesz most már a vezető Vitál RG mellett. Celsius Evo, tehát a második, harmadik helyen egyelőre World Leader ugye, aztán egy kis szakadék, jön Victoria Controlt, valamint a Valentino kettőse. Honnercsáj nagyon messze van a többiektől, eddig egyetlen egy lovat kellett csak kidobni, ő Votán az élen, Vitál RG, Vitál RG mellett viszont már ott van a 40 méteres hátrányból indult Celsius Evo, és szemmel láthatóan könnyedén föl tud mellé ügetni, World Leader tartja a harmadik pozíciót, aztán pedig ott van Victoria Control nyomában pedig Valentino, tulajdonképpen úgy néz ki, hogy erről az öt lóról szólhat majd a verseny, de nagy kérdés, hogy ki nyer, minden esetre a favorit
itt a 40 méteres hátrányból induló Celsius Evo, ott van nagyjából fél hosszra a vezetőló mellett, de folyamatosan gyorsítani tud, úgyhogy most már a képek tanúsága szerint is fej-fej mellett ügetnek, aztán World Leader, illetve Victoria Control következnek, majd pedig Valentino van még ott a közvetlen élcsoport közelében. Jön az utolsó 500, Celsius Evo most már vezet Vitalergie mögött, bent a falon World Leader a harmadik, Victoria Control a negyedik, Valentino pedig az ötödik helyen. Az utolsó egyenesre érve egyre inkább növelni tudja a favorit Celsius Evo az előnyét, az lassan most már 10 méteresre is tehető a remek versenye bemutatkozó Vitalergie-vel szemben, és ott a háttérből újjáton Valentino lesz az, aki egészen jó momentummal indul meg, akár még megcsípheti a harmadik helyet, ahol egyelőre azért World Leader színei látszanak. Jön az utolsó 150, Celsius Evo vezet, és tovább is legalább 10-15 méterrel, nem nagyon lehet most már elvenni ezt a győzelmet tőle. Vitalergie mögött viszont itt kívülről érkezik óriási lendülettel Valentino, és ő fogja majd megszerezni a harmadik helyet. Celsius Evo, Vitalergie, Valentino, ez a nem hivatalos befutási sorrend. Start, elindult a nap első futama, Silver Prince indult egy picit gyengében, de Dynamit Rouge sem kapott igazán jó lábra, és mivel nem nagyon akar elmenni, senki sem vezetni, elég fogott a tempó. Bigfoot az, aki ott van a frontban, mellette Candy Star, mögöttük pedig nagyon szoros harmadik helyen Merit színeit látom. Igen, csak közepes a tempó, amikor a lovak most már kijöttek a kanyarból. Ez a köszönhető, ennek köszönhetően a gyengében induló lovak is már ott vannak a frontban, illetve a vezető lovak mögött Naruto a középmezőnyben helyezkedik, sáraranyal galopozik fejfejt, a mezőny végére pedig majd Dynamit Rouge esik vissza. A lovak lassacskán az igető átjáróhoz érnek, nincsen változás, Bigfoot az élen, mellette Candy Star. Bigfoot, Candy Star, ez az első két ló sorrendje, mellettük Merit színeit látom, hárman gyakorlatilag fejfejt galoppoznak, mögöttük benne a falon Naruto, nagyon szoros negyedik, próbál följebb zárkózni Silver Prince, Unique Pilot, és Déva Vár is a középmezőny második felében helyezkedik, miközben Dynamit Rouge-ot már egy picit lovagolni kell lovasának. Hárman fejfejt galoppoznak, Meriddel bátran bevállalja a lovasa a harmadik pozíciót a kanyarban, miközben az élen Bigfoot. Bigfoot, Candy Star és Merid, ők hárman az élen. Bigfoot kezd fáradni, zárkózóban van Unique Pilot, és most már talán megkezdi a zárkózást a vezető lovak mögé, Naruto is. Jönnek a lovak a befutó egyenesre, és a 400-as táblánál Merid át fogja venni a vezetőt. Merit az élen, Merit vezet, jön azonban Unique Pilot, Merit Unique Pilot, ez az első két lósorrendje, a harmadik helyen Bigfoot, Bigfoot úgy tűnik, hogy ismét el tud indulni, Naruto a negyedik helynél azonban nem nagyon tud közelebb kerülni, a támaszlapot elhagyták a telivérek, és Merit még mindig az élen, Merit vezet, de támadja Unique Pilot, Merit Unique Pilot, Meritnek van egy másfél hosszas erőnye, Merit tudja növelni az előnyét, és Merit fog győzni, Merit ér haza, Unique Pilot a második, a harmadik helyet pedig Bigfoot szerzi meg a nyeretlen két évesek versenyének első részében. És start, elindult a nap második futama, jól sikerült az indítás Rock'n'Roll Fevernek, és ő vállalja magára a vezetést, ott van Faster Now, és Kilimanjaro az egyik újonc is nagyszerű startot tudott venni, illendő kapott gyengé lábra is a mezőny végén, amikor olvak elhagyták a kanyart. Faster Now, Rock'n'Roll Fever továbbra is a frontban, illetve Kilimanjaro bátor lovaglással, ott van az élen, nem túl gyors a tempó itt sem, a vezető lovak mögött ott van Star Wars második vonalban, illetve bizottsággal fejfejt galoppozik, mögöttük pedig Bíbor hajnal színei tűnnek föl a középmezőnyben, némi meglepetésre nem nagyon tud jönni Szatír a verseny ezen szakaszában, és Tüzes Nyíl csúszott vissza a mezőny végére, és eléggé kívül galoppozik. A lovak a túlsegyenes végén járnak, elhagyták az ezres táblát, és nincsen komoly változás, talán annyi, hogy most már átvette a vezetés Faster Now, illetve benne a falon, nagyon jó pozícióban Kilimanjaro. Kilimanjaro, Faster Now, harmadik helyre csúszott vissza, Rock'n'Roll Fever, majd a negyedik helyen Bizottság megkezdi a zárkózást ott a középmezőnyből néhány telivér, azonban nagyon kiszakadva illendő és tüzesni. Hát innen már nekik nehéz lesz fölzárkózni, sőt, 600-al a vége előtt igencsak szétszoródni látszik a mezőny némileg meglepetésre. Faster Now és Kilimanjaro tempójának köszönhetően szana szétesett a mezőny. A 400-as táblát elhagyva most már Faster Now biztosan vezet, de Kilimanjaro komoly ellenfele lehet, a harmadik helyet pedig küzdelhet majd Rock'n'Roll Fever, illetve Bizottság. Az utolsó 300 méteren belül most már Faster Now egyértelműen fölénybe került, Kilimanjaro kezd fáradni, de így is meg lett számára dobogó. Bíbor hajnal nagyon messziről hajrázik, így aztán ő meg le fog onnan csúszni a versenyt. Faster Now nyerheti, Bizottság elindult nagy lendülettel, Rock'n'Roll Fever jön óriási rösszel, és a végén átszaladnak rajta
A célban már bizottság volt elől, Rock and Roll Fever lesz mögötte a második, így aztán a harmadik lesz csak Faster Now. Start, elindult az 1400 méteres verseny, Vanília váratlanul gyengén kezdett, helyből gyors Justice Bold a szlovák, és elmegy vezetni, mögötte Matrix Pink tartja jól magát, de nagyon gyorsan kezdett még Bisszer és ifjabb Kozma Istvánnal, és ott van mellette istállótársa Stefánia. A vezető ló mögött 4-5-en nagyon jól együtt galoppoznak, miközben vannak most már lemaradó lovaink is. Az ügető átjáró után továbbra is vezet Justice Bold. Justice Bold az élen, őket követi Pető Sándor idomítottjai, benne a falon pedig Pink tartja remekül magát, illetve Matrix, és megkezdi a zárkózást Roxanne, a verseny első számú esélyese, azonban kívül fog fordulni a kanyarban, úgyhogy ez nem igazán jó lehet majd a számára. Ez bizony a negyedik pozíció lehet, benne a falon Justice Bold, aztán jön Bister és Stefánia, és csak utána jön Roxanne, benne a falon Matrix tartja még remekül magát, Pink is csak a falon jön, és Pannon Prince és Varga Mátyással megkezdi a zárkózást. Nagyon jól összetömörödött a mezőny, 500-al a vége előtt, Pink kivételével szinte bárki fölállhat a dobogóra. Még mindig Justice Bold az élen. Justice Boldot támadja Roxanne, és Prince-nek van remek momentum, amikor 300 méter van hátra a versenyből. Középen Roxanne átveszi a vezetést. Roxanne most már az élen. Támad azonban Pannon Prince. Roxanne Pannon Prince a távolszlopnál. Justice Bold még mindig ott van a harmadik pozícióban. Talán Pink is följebb tud jönni. Benne a falon Matrix tartja remekül magát. Roxanne azonban hozhatja a kötelezőt. Roxanne vezet. Támad Pannon Prince. Roxanne Pannon Prince. És a végén megérkezik némi meglepetésre Sármány. Ő lesz majd a harmadik, Roxanne nyeri a versenyt. Start, elindult a Vigazdi mezőnye, jól sikerült az indítás az egész mezőnynek. Dakov Gibraltar egy kicsit nehezebben kap lábra, jobban kezd Van der Rock, sőt, ő vállalja magára a vezetést némileg meglepetésre. Átveszi tőle viszont most már Barabu a vezető pozíciót az első 150 méter megtétele után, és egészen kívül pedig Mondóka szaporázza. Mondóka, Barabu kettőse, fejfejt galopozik, majd jön Skydiver, egészen kívül galopozik Majolika, amikor a túlsó oldalon járunk, míg egy 1000 méter van hátra a versenyből. Barabu az élen, Mondóka mellette, Mondóka, Barabu, Skydiver, ez az első háromló sorrendje, Perfect Van kezdi meg a zárkózás, Van der Rock visszacsúszik az ötödik helyre, a mezőny végén még mindig Majolika, illetve Dakov Gibraltar színeit látom, de nincsenek ők sem igazán hátul. A lovak már a kanyarban járnak, még mintegy 600 méter van hátra a futamból, és most már biztosan vezet Mondóka. Mondóka mögött azonban kézből fölcsúszik a második pozícióba Skydiver, Mondóka, Skydiver, Perfect Van. Ők hárman könnyen kézből galoppoznak, Barabu pedig visszacsúszik a mezőny közepére, most már a mezőny végén Van der Rock, és talán Majolika megkezdi a zárkózást, de elég komoly a hátránya. 300-zal a vége előtt Skydiver fölmegy a vezető ló mellé, Perfect One pedig kívül fog támadni, és egészen szépen elindul Jakov Gibraltar. 100-zal a vége előtt, 150-nel a vége előtt, most már változás az élen, és Skydiver vezet, jön kívül Perfect One, és felállhat a dobogóra Jakov Gibraltar, Skydiver nyerheti a versenyt, Perfect One támad, Perfect One jön az utolsó galopugrásokon, de Skydiver megnyeri a versenyt. Skydiver, Perfect One és Jakov Gibraltar, ez a nem hivatalos befutási sorrend. És start, elindult a 3200 méteres totalizatőr handicap, Hofer Ever indult gyengén, de ez a gyenge start itt mondjuk még talán belefér, Sikava vállalja magára a vezetést, erősen púlózik, mögötte pedig ott van Univerzum a második pozícióban, a nagy termetű Rikat, színeit ünnek fel a harmadik helyen, jól együtt galopozik az egész mezőny, és hát a távnak megfelelően igencsak közepes az iram. Vezet Sikava, Sikava előnye egy hosszra tett Univerzummal szemben, Sikava, Univerzum, jön a szürke Radio Gaga, benne a falon pedig Rikat tart jól magát ott a szoros negyedik pozícióban, egészen kívül Erdély, fogott a tempó, sok van még hátra, a mezőny végén Hope Forever, aki gyengén indult, illetve Glenelly Girl. Az első kanyarbére a mezőny, valóban nagyon-nagyon lassúnak tűnik a tempó. Talán most egy nagyon-nagyon picit, mint hogyha gyorsítani látszana. Sikává is növelte is az előnyét Univerzummal szemben. 2-3 hosszas ez a for. Rikát ott van a harmadik helyen, Minivers pedig egyelőre a negyedik, aztán jön Radio Gaga, és a favorit Erdély ott egészen kívülről. A sor végén Glenelly Girl, illetve gyengén kezdő, értelemszerűen a többieket hamar utolérő Hope Forever, egyáltalán nem kiszakadva. Jön az egyenesre a mezőny, de hát még azért sokkal hátra, hiszen ez a totalizatőr handicap 3200 méterre. Sikáv előnye, még mindig legalább 2-20-asra tehető az üldözőkkel szemben.
a vezető ló mögött legközelebb egyelőre Univerzum látszik, bent a falon ott van Rikát, Rikát mögött egyelőre Minivez tartja magát jól, Robert Sára is természetesen vár a támadásra, mint hogy a többiek is, Rédégag a középmezőnybe helyezkedik el, egyelőre az ötödik, Erdély a hatodik helyen, őt át a verseny favoritja, Hope Forever mögött pedig Lenéli Göl az, aki visszacsúszik a mezőny végére. Csikvá talán most már azért folyamatosan tudja azért tartani ezt a kicsit megemelt sebességet ott a frontban, a többiek még nem indítottak, még mindig Csikvá mögött Univerzum a második, Csikvá Univerzum, bent a falon Rikát, aztán jön Minivez és Rédió Gaga, Erdély a favorit még csak a középmezőnyben, de jól jön, ugyanez a helyzet Hope Forever-rel, és egyelőre a sor végén Lenéli Göl első és utolsó között, hát egy jó 10-12 osz lehet a távolság. A túlsó oldalra ér a mezőny, Csikvá előnye, minthogyha egy kicsit kezdene olvadni az üldözőkkel szemben. Univerzum még mindig tartja magát a második helyen, fél osszal követi bent a falon Rikát. Aztán jön Minivez, Rédió Gaga, Erdély, Hope Forever és a sor végén Lenéli Göl. Jó, 1500 méter van még hátra a versenyből, és Csikvá elé föl fog menni most már Rikát. Csikvá, Rikát, ez az első két ló sorrendje, amikor szépen lassan gyorsítanak a teli vérek, Univerzum is jól tartja magát, ott van a harmadik pozícióban, a pálya picit közepén halad, benne a falon pedig továbbra is nagyszerű versenyfut, Rédió Gaga a favorit, Erdély azonban még vár a támadással, már most már bejebb csúszott vele Stanislav Georgiev, és ott van a középmezőnyben, Lenéli Göl pedig továbbra is a mezőny végén. Jönnek azok az utolsó 1000 méterre, Rikát most már az élen, Csikvát erősebben kell lovagolni lovasának, vezet könnyen kézből Rikát, aki gátversenyek után érkezik, és lovasa még csak nézelődik, hogy hol jönnek a többiek, Rikát nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt, Erdély pedig könnyen kézből a mezőnyben megbújva, még mindig vár a támadással. Rikát, Univerzum, lovagolt Csikvá, Minivez is már lovagolni kell, Erdély pedig majd csak most fogja kivenni lovasa, és jönnek ide teljesen a külső ívre, Rikáttal megpróbálja lehetetlen, és itt a külső barriernél próbálja megnyerni a versenyt, úgy tűnik azonban a frissebb lovak középen jönnek, és Erdély most már támadásba lendül, de nagyon messze van, Rikát még mindig vezet, a gáton egyre jobban mozgó, Rikát megnyerheti a 3200 méteres versenyt, az utolsó 150 méteren Erdélynek óriásit kell jönni, Erdély vagy Rikát, Rikát még elő van, Erdély támadja, Rikát megnyeri a versenyt, Rikát győz a totalizatőr handicapben, mögötte Erdély a második, és Hope Forever a harmadik. És start elindult a Havanna handicap mezőnye, és nagyon jó startot vett Pokolfajzat. Pokolfajzat már a frontban, mellette pedig ott van Pik Dáma. Pokolfajzat, Pik Dáma kettőse az élen, mögöttük pedig nagyon jól kezdett Speed Test. Ők hárman diktálják a tempót, amikor a lovak a túlsó oldalon vannak. Abu Dhabi elég kívül galopozik még, hiszen külső startgépből kellett neki beállni. Babé Rózsa is egészen kint van, miközben változás a frontban, hiszen most már talán átveszi a vezetést Pik Dáma. Pik Dáma és Pokolfajzat kettőse hozza a lovakat a kanyarba. Eléggé kisodródik a hátsó két ló, így aztán elég komoly hátrányba kerülnek a többiekkel szemben. Speed Testnek is megtört a kanyarban a lendülete. Gyöngyös szépét pedig ott a negyedik, ötödik hely környékén látom benne a falon. Ez még jól jöhet számára. Átvette a vezetést Pokolfajzat, amikor a lovak elérték a 400-as táblát. Pokolfajzat, mellette pedig ott van Pik Dáma, kívül pedig támad, elég nagy lendülettel Olsug, és jön Seeking Approval. Benne a falon pedig Rebel is tartja, remekül magát, ha lesz útja, akkor ő is tud támadni. Seeking Approval Murzabájével átveszi a távolszoptal a vezetést, és Seeking Approval tudja növelni az előnyét. Seeking Approval csak repül, Babé Rózsa óriási lendülettel jön a középmezőnyből, Seeking Approval pedig meg fogja nyerni ezt a versenyt. Seeking Approval győz, méghozzá nagy stílusban, mögötte második helyen ért célba Pik Dáma, a harmadik helyen pedig Babé Rózsa érkezik meg a mezőny végéről zárkózva. És start elindult a Szonyog István emlékverseny handicap, és összességben jó startot látunk, bár Ascalona picit ott ragadt a startnál, és Stipi Soldier sem kapott igazán jó lábra, Farabutó viszont Krisko Norbertel elment vezet, és egészen jó tempót diktál Farabutó, Vaszlávi ott a negyedik, ötödik hely környékén, Livár is a staféta pedig ott a mezőny második felében halad, Buke Fáloszt látom Vaszlávi mögött, illetve Twin Twistert, előttük négyen, ötten többek között Miss Vikaniko, illetve Rossi Válmester másik lova Heidi is igencsak jó pozícióban galoppozik. Ezerrel a vég előtt 4-5 hosszas előnyt csikar ki magát Farabutó, a többiek pedig nagyon jól együtt galoppoznak. Ranavalona az, aki szépen zárkozik, és most már megérkezik oda a harmadik hely környékére, Miss Vikaniko mellé. Nagyon magabiztos Farabutó, de nagyon sok van még hátra a versenyből. A 800-as táblát elhagyva Farabutó előnye 4-5 hosszra tehető, Ranavalonával, Buke Fálosszal és Miss Vikanikoval szemben. Még egy centit sem lovagolták Veszlávit, aki ott megbújik a mezőny közepén.
majd csak most jön szépen kézből ő is második pozícióba. Nagyon szépen zárkózik. Vezet még mindig Farabutó. Farabutót azonban most már lovagolni kell. A favorit Vaszavi pedig magabiztosan jön mellett a második pozícióban. Azt nézem, hogy hol van staféta. 3-4 hosszas a hátránya Vaszavival szemben. Bukefálosz egészen jól tartja magát. Filmtiszter is akár még felállhat a dobogóra. Vaszavi 300-al a vég előtt átvette a vezetést. Vaszavit pedig üldözi staféta. De óriási köztük a különbség. Itt a második helyet lett majd nagy küzdelem. Slippy Soldier érkezik nagy lendülettel. Vaszlavi megnyerheti a versenyt. Az utolsó 100 méteren Vaszlavi még mindig magabiztos. Vaszlavi megnyeri a versenyt. Staféta mögötte a második. És Slippy Soldier megérkezik a harmadik helyre. És start elindult az 1800 méteres Borai László emlékverseny. Ürményi díj, a két évesek leghosszabb versenye. És azt látom, hogy tökéletes indítást követően Császárné az, aki elmegy vezetni Robert Sarával. Császárné az élen, mögötte pedig lett Mévin, tehát nagyon jól kezdtek Maronka Gábor idomítottjai a startot követően. Mögöttük Áltály erősen púlózik, Áltály elég feszült volt a startot megelőzően, föl is húzta magát, izzad is erőteljesen. Közöttük vagy mögöttük Strawberry Snake tűnnek föl erősen fogva a negyedik, ötödik helyen, majd Budi Patap. Hamis színben már a középmezőnyben, miközben Császárné tudja növelni az előnyét, és Császárné egy pillanat alatt 3-4 hosszas előnyre tesz szert Áltállyal, illetve a mezőnnyel szemben. Nagyon jól együtt galopozik a teljes mezőny, Számbó a mezőny végén, illetve Voodoo Master, az élen pedig Császárné. Császárné tudja tartani az ezeres táblánál az előnyét, de nagyon sok van még hátra a versenyből. Lassan fél távhoz közelítünk, és zárkózóban van Brilliance. Túlsó oldal végén Brilliance nagyon sok teret tett jóvá, és föl fog menni most már Császárné mellé. Császárné, Brilliance, Áltály és Let Me Win, ez az első négy lósorrendje. Egy picit már kézzel lovagolni kell Strawberry-t, ez némileg meglepetés, mellette könnyebben jön Bubi Pata. Jönnek a lovak lassacskán a befutó egyenesre, és úgy látom, hogy Strawberry-nek egy ilyen 4-5 hosszas a hátránya a fronttal szembe, de Császárnét is már kézzel erősen kell lovagolni, amikor bő 400 méter van hátra a versenyből. Császárné vezet, Császárné mellett ott van Brilliance. Brilliance át fogja venni a vezetést Császárnétől, és Áltály Jakub Pavlicekkel egészen jó támadást fog indítani. Jönnek a lovak a távolszophoz, most már vezet Brilliance. Brilliance távolodik a többiektől. Brilliance a távolszopnál 2-3 hosszal vezet. Mögötte Áltály, Brilliance, Áltály. A harmadik helyért nagy küzdelem lesz. Brilliance meg fogja nyerni a versenyt, méghozzá óriási fölénnyel. Brilliance fog győzni, Brilliance a nyerő. Kriskó Norbertel, mögötte Áltály a második, a harmadik pedig Bubi Patap az Borai László emlékverseny Ürményi díjban. És start elindult a viszontlátásra handicap 2200 méteres távon, és már a Maros remekül vette az indítást, de Sziszi szemet Nagy Tamás ére fogja lovagolni, és Sziszi szem mögött pedig Klerhen színei húzódnak föl. Meg Sziszi szem, Klerhen, Mára Maros, ez az első háromló sorrendje, majd Galagonya, Almabor a lovak további helyzete. Jól együtt galopozik az egész mezőny, amikor egy kör van még hátra. 1800-al a vége előtt továbbra is Sziszi szem vezet, és diktálja az egész erős tempót, hiszen ne feledjük, 2200 méter ennek a mezőnek igencsak hosszúnak tűnik. A középmezőny másik felében tűnik fel Pakalaka Bumbum, Icefogel tiszta fehér dressze, ott van mellette fejfej galoppoznak, és Menta is ugyanebben a régióban helyezkedik, amikor a lovak már a kanyarban járnak. Sziszi szem továbbra is remek tempót diktál a mezőnek, Sziszi szem, Mára Maros és Klerhen, ez az első áramló sorrendje, nincsen változás mögöttük sem. Almabor és Galagonya a negyedik, illetve az ötödik helyen, a vezető ötös ellépni látszik, amikor a lovak a túlsó oldalra fordultak. A vezető ötös nagyon jó tempót diktál továbbra is, és 3-4-5 hosszas előnyt csikarnak ki, amikor a lovak a túlsó oldal közepén járnak, lassan az ügető átjáróhoz érnek. Az üldözőket pillanatnyilag vezeti Icefogel, az üldözők is egészen jól együtt galoppoznak, de sok van még hátra, hiszen még csak az ezres táblánál járunk. Sziszi szemet már erősebben kell lovasának lovagolni, Almabor könnyen kézből galopozik a falon, Sziszi szem, Almabor, Mára Maros, illetve Klerhen. Nincsen változás a vezető ötösben, Galagonya továbbra is remekül tartja magát, és megkezdi a zárkózást. Most már Icefogel, illetve Pakalaka Bumbum is a zárkózás reményében szépen megérkezik ott a 6.-7. hely környékén. Jönnek a lovak a kanyarba, ez már az utolsó kanyar, még mintegy jó 600 méter van hátra a versenyből, egy pillanat alatt elfáradt Sziszi szem, hogy arra azért lehetett számítani, a vezetést Almabor vette át, Almabor az élen, mellette Mára Maros.
Almamor, Máramaros, Klerhen. Ez az első háromló sorrendje. Göttük jön nagy lendülettel Icefogel, egy kicsit kiebb tolta Pakalaka bumbumot, benne a falon pedig szépen zárkózóban van a Diós-pusztai Esti Kornél, aki szlovák tréningből fut. Almabor átvette a vezetést. Almabor 2-3 hosszra növelte az előnyét a távolszopnál. Almabor meg fogja nyerni a versenyt, vagy Pakalaka bumbum óriási lendülettel támad. Jön még a végén nagy lendülettel Icefogel, Almabor benne a falon meg fogja nyerni ezt a futamot. Almabor a nyerő, mögötte a második pozícióért óriási küzdelem. Almabor győz, Pakalaka bumbum, és a végén Icefogel megszerzi a harmadik helyezést a viszontlátásra handicapben a szezon és a versenynap utolsó magyar galoppfutamában. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.